Ezeket mind ő csinálta. Meg ezeket is ő csinálta magáról. Mint látható, Krista főleg saját maga fotózza a gyermekeit telefonnal. Most azonban profi fotós jött el hozzá a kedvünkért, Zsófi, aki nagyon szereti a család és gyerekfotózást. Nagyon hálás téma. Elrontani nem lehet. Tehát egy gyerek ártatlan, a mosolya őszinte, mindegy kicsit nyitott. Tehát nagyon ritka, amikor abszolút bezárkóznak. Fel kell hívni a figyelmet, és akkor mögöttem ilyen 600 plusz állattal a szülők így gügyögnek, meg sípolnak, meg minden, és akkor így kicsikarjuk ott az egy mosolyt, és akkor öröm újongás. Azért ez nagyon jó, tehát én nagyon szeretem. Nem szabad erőszakoskodni, tehát ha nem megy, nem megy, akkor tényleg, meg hogyha sír, hát nem lesz posolygós kép, akkor 18 évesen majd látja, hogy hát akkor hisztisztem, kész. A gyerekkori fotó, ha majd egyszer felnövünk, jó emlék lesz arra, hogy felidézzük gyermekkorunk szép pillanatait. Az már mindegy, hogy profi fotós készíti-e, vagy pedig a szüleink egy telefon vagy egy fényképezőgép segítségével. Nem nagyon szoktunk ilyen profi fotókat készítetni így a gyerekekről, hanem csak amiket így én csinálok, vagy a férjem esetleg, vagy pedig a Jászmin. Most már a Jászmin átvette ezt a stafétet, és ő készíti a csimpiről a szinte az összes képet. Szerintem nagyon fontosak az emlékek, hogy nekik legyen gyermekkorukról. Én emlékszem, hogy nekem volt egy olyan periódus az életemben, amikor tinédzser voltam, amikor én nagyon szerettem visszanézni a kisebb kori képeimet. Ezen a forgatáson még egy dolgot megtanultunk. A technika szinte semmit nem ér, ha nincs mögötte tartalom, művészi szándék és sok-sok szeretet.